A Nagybecskereki Köztisztasági és Kertészeti Közvállalat romániai partnerekkel közösen valósította meg projektumát, amely során arra törekedtek, hogy az illegálisan felhalmozott szemetet eltávolítsák a földekről. A fő célunk az volt, hogy megtaláljuk az illegális szeméttelepeket a határ mentén, megtisztítsuk őket és a földeket újra célszerűen használjuk. A munka elvégzésére korszerű drónt szereztünk be, és 6 helyen már sikeresen felszámoltuk a szemétlerakókat. Ezután ellenőriztük a talaj minőségét, és a vizsgálatok kimutatták, hogy a talaj nem szennyezett, a föld pedig művelhető. A muzsiaiak mindig törekedtek arra, hogy tisztán tartsák a környezetet. Szerintük a falu határában található szemétlerakó eddig is csúfította a települést, és már többször kezdeményezték az eltávolítását. Ez nagyban hozzájárul a földművesek és a kertészeknek, illetve itt van ugye a földjeik, és megkönnyíti, és nem akadályozi meg őket, hogy könnyebben oda jutnak a földjükhöz. Ezen kívül itt van a legális hulladékgyűjtő is, és ide is könnyebben el lehet jutni. A projektum keretében Tiszatarróson, Janka hídon, Szent Mihályon, a Tisza partján, valamint még egy nagybecskereki helyen számoltak fel illegális szeméttelepeket.